üdvillő módon mindenkinek. Ha te is jártál már úgy, hogy szükséged lett volna 230 volt alatti váltakozó feszültségre, vagy éppen 230 volt feletti váltakozó feszültségre, akkor egy ilyen eszközre van szükséged. Ugyanis a csomagolás egy állítható toroid transformátort rejt, amivel 0 és 300 volt között tudjuk állítani a feszültséget. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem leválasztó trafó, viszont a feszültséggel tudunk játszani. Ha a feszültséggel tudunk játszani, akkor a teljesítménnyel is tudunk játszani. Na de, nézzük az eszközt. Állítása szerint egy 2000 voltamperes transformátort rejt a dobozunk, 6,6 ampera terhetősége, 7,7 kg. Nyissuk is ki. Dobozból kivéve kapunk egy használati útmutatót, és természetesen néhány darab tartalék biztosítékot. Egyébként egy ilyen kis biztosíték az oldalán is van. Itt van a cserélhető biztosítékunk, kibekapcsoló gomb, elején egy digitális kijelző, egy sukaus ajzat, ugye ő lesz a kimenetünk, ő pedig lenne a bemenetünk, egy sukaus dugó. Tetején egy nagy forgatógomb, amivel a kívánt feszültséget be tudjuk állítani 0 és 300 volt között. Tehát csatlakoztattam a hálózathoz, és amennyiben bekapcsolom, gyönyörűségesen mutatja nekünk, hogy 0 volt, amennyiben ugye eltekerem a nagy gombot a tetején, így tudjuk állítani magát a feszültséget. Tehát nagyon-nagyon érzékenyen. És ugye a nagyon-nagyon nagy jóság, hogy alapvetően 240 volt fölé is tudunk menni. Hát nyilvánvalóan nagyon ritkán kell alapvetően, de akár 308 voltig is föl lehet tekerni. Nyilvánvalóan terhelés alatt ez nem lesz ennyire nagy, de nagyon-nagyon szépen szabályozható a dolog. Tehát ha nekem éppenséggel pont 220 voltra van szükségem, minden további nélkül beálltunk 220 voltra, és 220 volt fog nekem ezen az ajzaton kijönni. Nézzünk akkor egy élő példát, hogy hogyan működik a feszültségszabályozás, ahol egy kicsit jobban látszik is, nem csak a voltmérőn. Amennyiben van egy nem 230 voltra gyártott valamink, jelen esetben mondjuk izzó, akkor ugye szépen fogjuk magunkat, nullára tekerve bekapcsolom, és szépen föltekerem mondjuk 110 voltra, hogyha az pont 110 voltra van gyártva, és minden további nélkül tudom használni a 110 voltra gyártott eszközömet, csak ezen keresztül kap villanyt. És oda kell figyelnem arra, hogy a 6,6 ampert ne haladjam meg. Ugye ha tovább tekerem, akkor jelen esetben nem lesz probléma. Ugyanis 230 voltos izzókról beszélünk. De minden további nélkül tudnám tekerni akár 300 voltig is. Abban az esetben kiégnének az izzóim, úgyhogy inkább nem tekerem tovább. Jelen esetben idehoztam az olajradiátort, amit 2-es fokozatban fogok elindítani, transformátor nélkül. Ugye ez csak a ellenőrzés céljából, hogy 1560 watt körül eszik az olajradiátorom. És akkor megállítjuk, átcsatlakoztatom ide, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk ezt szabályozni. A villanyórához csatlakozik a toroid transformátor, a toroid transformátorhoz pedig az olajradiátorom, ugyanabba az állásba, mint az előbb. Bekapcsolom a toroid transformátort, és láthatjuk, hogy egy ilyen 15 wattos a felvétel a hálózatból, mindaddig, amíg nincs terhelés. Magyarán mondva, mennél feljebb fogom tekerni a feszültséget, annál több teljesítmény fog kijutni az olajradiátor felé, és természetesen ebből a teljesítményből ki kell vonni mindig ezt a 15-16 wattot, ugyanis az lesz a veszteségünk. Tehát most én ezt elkezdem itt föltekerni, itt szépen elkezd emelkedni a kimenő teljesítmény.
ahogy a feszültség nő. Simán meg lehet azt csinálni, hogy én csak 1 kW-tal hajtom az olajradiátort, ugyanis úgy tekerem a feszültséget, hogy pont csak 1 kW legyen az, ami kijut odafölé. 185 volton értük el ezt a dolgot. Ilyenkor egy kicsit azért már zúg a transformátorunk, és ugye minél feljebb tekerem egyébként, ilyen... Hát már 210 voltnál szinte majdnem teljesen eltűnik a zúgás alapvetően, ugyanis a tekercsvégek mondhatni majdnem megegyeznek, tehát már nincs olyan terhelés magán a transformátoron. Középfeszültség környékén van a legnagyobb terhelés rajta. És ugye fölmegyek 230 voltra, de meg is kaptuk az 1500 wattot. És fölmegyek 240 voltra, akkor 1631 wattnál járunk. Tehát ott lesz valahol az a dolog, amit az előbb mértem, plusz a trafónak a vesztesége. És természetesen mehetnénk akár feljebb is. Tehát nyilvánvalóan most itten 250 voltig még semmi probléma nem lesz belőle. Azonban láthatjuk, hogy milyen plusszal jár nekünk ez a magas hálózati feszültség. Amennyiben 250 voltról járatunk valamit, 1770 watt megyen az olajradiátor fele, hogyha szabvány 230 volton, akkor meg 1500 watt. Tehát a magas hálózati feszültség az nekünk jó. Többet fogyasztunk. Persze ez nem igaz, csak az ommos terhelésekre nagyon-nagyon fontos. Egy érdekes kísérlet. Alapvetően ugye a LED lámpák, mióta megjelentek, mindig volt olcsóbb és drágább kategória. Nem véletlen drágább az egyik, és nem véletlen olcsóbb a másik. Az egyik az egy kapcsolóüzemi táppal szerelt változat, míg a másik egy soros kondenzátort és ellenállást kapott mindösszesen. Ezt most tökéletesen tudom demonstrálni, hogy melyik egyébként. Egyrészt ugye az egyik az villódzik, a másik az meg nem villódzik. Ugye ezt kamerával is könnyedén ki tudjuk deríteni, de lesz itt még egy valami, hogy az egyik működik kisebb feszültségről is, a másik kisebb feszültségről már nem működik. Felkapcsolom. Tehát így nézünk ki. Még a villódzás annyira nagyon nem is látszik. De most én elkezdem letekerni a feszültséget. 230 voltról indulunk. És azt fogjuk látni, hogy nagyon-nagyon csökken a fényereje ennek a variánsnak. Tehát 160 volton már nem is világít egyáltalán, ha visszafőjebb megyek, akkor meg ugye elkezd világítani. Na de nézzük meg ezt külön-külön is, ugyanis külön-külön érdekes ez. Szóval most lekapcsolom ezt az elsőt, hogy csak az az egy világisson. Elkezdem letekerni a feszültséget. Hát maradjunk annyiba, hogy 166 volton már éppen csak hogy dereng. Szinte nem is látszik, hogy világít vagy sem. Itt legalábbis a kontroll monitoron. Itt pedig len kialudt teljesen. 150 volton teljesen kialudt. Tehát 150 volttól kezdve kezd valami kis fényt adni magából. És ugye ha fölmegyünk 230 voltra, akkor szépen világít is. Na nézzük meg a másikat. Itt van a másik példányunk. 230 voltról indulok lefele. Csak úgy mondom, hogy 159 voltnál járunk, és még mindig teljes fényerővel világít. Most éreztem azt így 140 volt környékén, hogy mintha egy kicsit rosszabb lenne a fényerő, egy hajszálat csak, és most már kezd nagyon vibrálni, de már 110 volton vagyunk. Kilencven volton járunk. És itt a vége.
Hát még világít alapvetően, de már nem túl sok fényt nem ad. Tehát itt ebből a kísérletből nagyon könnyedén kiderült az, hogy ez a drágább és ez az olcsóbb. Kikapcsolom, hogy ne vakítson el bennünket. Tehát ebben egy kapcsolóüzemi táp van, aminek úgy konkrétan majdhogy nem mindegy, hogy alapvetően milyen feszültségről hajtott, csak benne legyen a tartományba. És itt van egy másik, ami ugyanúgy néz ki, tehát egymás mellé téve teljesen megegyezik. Azonban, ha ez kap egy 250 voltos feszültséget, sokkal hamarabb ki fog égni. Ameddig a kapcsolóüzemi tápos nem fog olyan könnyedén kiégni. Úgyis azzal kezdi, hogy a 230-at egyenirányítja, puffereli, és egy kapcsolóüzemi táppal állítja elő a szükséges feszültséget a ledeknek, a meghajtó áramot. Itt pedig len csak egy soros kondi ellenállás páros van, az jó éjszakát. A készülék egyébként megvásárolható a leírásban elhelyezett linken, már akit érdekel, nagyon fontos egyébként, hogy van kisebb és nagyobb változatban is, azaz van 1000 volt amperes kivitelben is, és 3000 volt amperes kivitelben is. Hát olyat válasszunk, amennyiben szükségünk van rá, ami majd lefedi az igényeinket. Nekem jelen pillanatban ez a 2000 volt amperes tökéletesen megfelel arra feladatra, amire majd én fogom használni. Hogyha tetszett a videó, akkor nyugodtan dobhatsz egy lájkot, és a következő videóig is, na csá!